Jó estét kívánok, kedves nézők! Igaz, hogy ősz van, de egy kicsit a nyárutót idézi az időjárás. Nem tudjuk, hogy milyen lesz a hétvége, de reméljük, hogy nagyon kellemesen töltik majd. Mi a mai műsorban is sok érdekes programmal készültünk, és erre invitáljuk Önöket. Első vendégünk Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ direktora, igazgatója. Jó estét, Szilárd! Jó estét kívánok a kedves nézőknek is! Azért jöttél ugye ma is, hogy gyakorlatilag ezt a színes kulturális palettát egy picit megmutassuk, hogy milyen színekkel, milyen ízekkel, milyen programokkal készültök. Mi mindenre várjátok a kedves nézőket most így ősszel? Most így ősszel szokás szerint elindítottunk néhány programsorozatot erre az évadra is. Kezdeném azzal, ami már mondjuk a múlt héten indult. Az idősebb generációt célozzuk a Szép Kurak Akadémiájával. Ennek az első fejezete már lezajlott. Most jövő héten szerdán 15 órától lesz a második része, ez egész decemberig tart. Két hetente szerdán 15 órától mindig a szép kurakat érdeklő témákról hívunk előadókat, és lehet ott velük beszélgetni. Ez már ugye nem egy friss kezdeményezés, és nagyon-nagyon népszerű. Én azt gondolom, hogy az idős generáció talán minden elképzelést felülmúlt az érdeklődésével. Így van, ez már évek óta a város támogatásával, illetve a első nyírségi fejlesztési társaság segítségével évek óta szervezzük ezt az akadémiát. Először egy kisebb teremben indult, aztán úgy kinőtte magát, ahogy fogalmaztál, hogy már vagy két éve a hangversenyteremben van, mert legtöbbször annyian vannak, hogy más termünkben nem is férnének el, úgyhogy jó, látod, nagyon népszerű. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, praktikus tanácsokat, információkat kapnak itt a szépkorúak is, ezt azzal hálálják meg, hogy nagyon sokan eljönnek eme rendezvényeinkre is. Bocsáss meg, csak annyit szerettem volna mondani, hogy talán az is benne van, hogy lehet, hogy annak ellenére, hogy azért ugye akár számítógépes ismeretekkel is rendelkeznek már az idősebb generáció tagjai is, valamennyire azért ők még szeretik azt, hogyha személyes kapcsolat van, hogyha egymás között is meg tudják ezt beszélni, hogyha olyan kérdésekre is választ kapnak, amit esetleg mondjuk a szomszédaikkal, rokonaikkal nem tudnak megosztani. Egyébként van egy közvéleménykutatás, hogy milyen tematika szerint építsétek föl az évi programot? Nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és én is többször ellátogattam például az idősügyi tanács üléseire, amikor is ugye itt, akik részt vesznek rajta, képviselik a nyugdíjas klubokat. Tehát elmondanám, hogy Nyíregyházán nagyon, nagyon aktív életet élnek a nyugdíjas klubok, a szépkorúak. Tagintézményeinkben nagyon sok egyesület, klub van. Én úgy fogalmazok, nem győzök járni a rendezvényeikre. Meg olyan ki mit tudon szoktak fellépni, ugye országos rendezvényeken is hihetetlen performance-ek, meg mindenféle előadásaik vannak, szóval tényleg nagyon profik. Meg olyan energia van bennük még, és annyira fontos számukra ez a közösség, az együttlét, hogy én ezt mindig ki is emelem, amikor találkozok velük, hogy lenne ugye más sok lehetőség, kényelmesebb lehetőség ülni a karosszékbe, de van jó néhány ezer idősebb ember, aki nagyon-nagyon fogékony és igencsak igényli az, hogy még magas szintű kultúrát kapjon, illetve, ahogy mondtam, egymással kapcsolatban legyen, társas kapcsolatban legyen, tudjanak beszélgetni az őket érintő problémákról, lehetőségekről, és ugye hát a város is megkapta idős barát önkormányzat címet, ugye mi a város intézménye vagyunk, mi is próbáljuk természetesen fölmérni, hogy mire van igény, és ezt az igényt, ezt megpróbálunk ennek megfelelni, ezt az igényt a részükre kielégíteni. Na hát akkor nézzük a többi generációt, és közben mondom a kedves nézőknek, hogy a Facebook oldalunkat mindenképpen figyeljék, mert ugye van egy rendszeres játékunk, most a hétvégi matinéra, mégpedig a Robin Hoodra nyerhetnek belépőket, úgyhogy a Facebookon kövessék majd a kérdéseket, írják meg a válaszokat, és jó szórakozást kívánunk majd az előadásokhoz, de akkor hallgatunk tovább, Szilárd. Pont ebben akartam belevágni, hogy a legidősebb korosztálytól menjünk át a legfiatalabbakig. Nagyon népszerűek a családi matinéink, ezek vasárnap délelőtt 11 órától szoktak a hangversenyteremben megvalósulni.
ezek nem bábszínházak, ezek élőszereplős meseszínház játékok, tehát ezek színházi előadások, nem véletlen ilyen népszerű, ezeket mindig kíséri ingyenes kézműves foglalkozás egyébként. Most vasárnap 11 órától, ahogy fogalmaztál is, a Szabad Ötletek Színháza mutatja be a Robin Hood című darabot. Gondolom ezen is nagyon sokan lesznek, és mindenkinek ajánlom, hogy a legkisebbektől egyébként nagyon szeretik a középkorak és idősebbek is például lehozzák az unokát, úgyhogy itt is nagyon széles a repertoár, akik látogatják ezeket a rendezvényeket. És akkor beszéltünk róla, hogy ugye programsorozatok, szintén egy visszatérő programunk, ami az óriási közönség siker miatt hoztunk vissza, Lehozzuk Önnek a Csillagokat. Múlt héten volt az első előadás, a Kovács Kati koncert, hát minden reményt felülmúlva, jó néhány nappal az előadás előtt már nem lehetett jegyet kapni, az összes pótcéket, mindent sikerült a közönségnek úgymond megtalálni. Én jó esélyt látok arra, hogy a következő darab ugyanígy fog járni. Október 26-án a Madách Színház vendégjátéka lesz itt Nyíregyházán. Tehát ez ugyanaz az előadás, mintha a Madách Színházban néznék meg. Ladinek Judit, Bepasisztunk a címe, Ladinek Judit, Kósréka, Détár Renikő a főszereplők, itt lesz a Madách Színház zenekara. Már most nagyon közelíti a teltházat a jegypontunk, ha rátekintenek a kedves nézők a jegyek eladása, úgyhogy én arra bátorítok mindenkit, aki egy ilyen élményt nem szeretne kihagyni, az minél hamarabb biztosítsa a helyét a színházi előadásunkra. Aztán nem csak ez a programsorozatunk folytatódik természetesen, hanem mások is vannak. Én évek óta szerettem volna, mióta az Agora átépült, hogyha a Fourth Wall Dance fellép nálunk. Most ezt tavasszal sikerült találnunk erre egy időpontot. November 8-án a Fourth Wall Dance gála lesz a Váci Mihály Kulturális Központban sztár fellépőkkel, úgyhogy erre is szeretettel várunk ezt mindenkit. Ezt gondolom, akkor egy ilyen egész estés nagy show lesz. Így van, egy nagy show. Tehát itt 5-6 sztár fellép, Partnograszt, Bistei Attila, tehát nagyon sokan mások még. Ahogy fogalmaztál, ez egy show lesz, egy egész estét betöltő show. Én úgy gondolom, hogy itt se nagyon kell izgulni, hogy mennyien lesznek rajta. Másnap egy teljesen más stílusú önálló estre lehet ellátogatni, Kepes András önálló estét tekinthetik meg a kedves érdeklődők, és azt szeretném még elmondani, hogy pont azért, hogy akiket érdekelnek ezek az előadások, ne az legyen, hogy utolsó pillanatban lehet biztosítani a helyüket. December végéig, tehát a december 30-ai Csárdás királynő is fel van már téve a honlapunkra, illetve a jegy.hu-ra. Aki szeretné, hogy mindenképp ott legyen, az már biztosíthatja a helyét erre. Hát köszönjük szépen, Szilárd, csupa-csupa gyöngyszemet hoztál. Azt gondolom, hogy valóban a magas minőséget képviselik ezek az előadások itt a Váci Mihály Kulturális Központban. Majd ha nyugdíjas leszel, te is, meg én is, akkor majd ráérünk ezt meg is beszélni, mert most a rohanó hétköznapok sajnos ezt nem teszik lehetővé, csak amikor bejössz hozzánk ide a Kölcsei Televízióba. Köszönjük szépen. Köszönöm a meghívást. Eljöttél, és akkor egy kis színházzal folytatjuk. Mégpedig a Móri Zsigmond Színház egy újabb előadásával, amely november 25-én lesz majd tulajdonképpen az előadás premiere. Ez az Illatszertár című darab, amelyet majd a nézők is láthatnak. Stábunk kint járt már az első olvasópróbán, a következő percekben a darabból tudhatnak meg részleteket. Az Illatszertár című darab első olvasó próbáját tartották hétfő délután a nyíregyházi Móri Zsigmond Színház színészei. László Miklós 1937-es végjátékában szerethető kisemberek küzdenek a magánnyal, és kergetik a boldogságot, ami pedig ott van az orruk előtt. Az Illatszertár finom, humorú, békebeli szerelmes mese, egyike azon kevés magyar vígjátékoknak, amelyek a határokon túli sikert sikerre halmoznak, népszerűsége lassan 100 éve töretlen a nemzetközi porondon is. A történet szerint karácsony előtt egy drogéria agyonhajszolt alkalmazottai keresik a párjukat és helyüket az életben, sok más magányos, elfoglalt emberhez hasonlóan egy ismeretlen, sosem látott partnernek küldött levelek útján. A főbb szereplők közül Asztalos urat Horváth Sebestyén Sándor, Balázs kisasszony Széles Zita, Hammerschmidt urat pedig Horváth László Attila alakítja. Lévén, hogy híres a darab,
Itt a Vidoron is volt, úgy tudom, kétszer, és a nézők nagyon szeretik. Én nem ismerem, még nem találkoztam vele, sajnos nem láttam, de tudok róla sok mindent a darabról, hogy ez egy nagyon kedves, egy nagyszerű polgári kis történet. Remélem, hogy minden rendben lesz a várakozásnak megfelelően. Most délután elolvassuk, és akkor elkezdjük, megcsináljuk. Az előadást a rendező személye is különlegessé teszi, hiszen a történeteket saját felkavaró és kacagtató színházi nyelvére fordító, sokszoros díjnyertes Mohácsi János közel 2 évtized után tér vissza Nyíregyházára. Az illatszertár is tartogat kihívásokat a rendező számára. Az, amivel én küszködök, pontosan az lehet a sikerességének a titka, vagy küszködök, hát azért az túlzást, ami a darabnak a problematikája, hogy ez valahol így az elfogadásról, meg a megértésről, meg a megbocsátásról szól, és ezek úgy igazából nem nagyon drámai témák, tehát inkább líraiak, és hogy ezt a líraiságot szeretném elkapni, úgyhogy ne legyünk segítsesebbek, se unalmasabbak a kelleténél. Az Illatszertár című darabot november 25-től láthatja a közönség a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán. Egy fejedelmi családi napra invitáljuk Önöket, mégpedig a József András Múzeumban, Vécsényi Lakatos Bernadett, múzeumpedagógus a vendégünk. Engem mindig érdekelt, hogy mit csinál egy múzeumpedagógus. Hát nyilvánvalóan nagyjából el tudom képzelni, persze, ahogy szerintem a nézők is általában, hogy gyerekekkel foglalkozhat, akik a múzeum területére lépnek. De hogy néz ki ez azért a gyakorlatban itt Nyíregyházán? Ti invitáljátok a gyerekeket, vagy ők jelentkeznek egy-egy múzeumi órára, avagy a tananyag része mondjuk? Is. Úgy jellemezném magunkat, múzeumpedagógusokat, hogy összekötőkapocs vagyunk a múzeumi szakemberek és a hétköznapi emberek között. Lefordítjuk azokat a dolgokat hétköznapi nyelvre, nyelvezetre, amit a múzeológusok megálmodnak, vagy kitalálnak, megírnak. És ezt tovább fordítjuk gyereknyelvezetre is. Mindig valami ilyesminek készültél, vagy hogy alakult a pályád, hogy éppen múzeumpedagógus lettél? Hát tanári pályán végeztem, viszont nem nagyon szerettem volna tanítani, de azért mégis közel maradtam a tanításhoz, és hát így kavarodtam ide a múzeum, akkor még múzeum falu környékére, és nem olyan régen kerültem be a József András Múzeumba, ahol most már idestova több mint fél éve a csapat része vagyok. Milyenek egyébként a gyerekek? Mennyire várják izgatottan, hogy mondjuk egy-egy ilyen órát meglátogassanak, vagy akár megnézzenek egy pár kiállítást? Mert hát gondolom, ilyenkor azért ők birtokba veszik a múzeum több kiállítását is. Ez korosztálytól függ. A kicsik nagyon nyitottak. Szinte mondhatom azt, hogy remegve várják, hogy elkezdődjön egy-egy foglalkozás. Minél nagyobbak, annál nehezen megszólítani a korosztályt. Hát mi is küzdünk azzal, amivel az országban az összes múzeum, hogy a középiskolásokat megszólítani, bevonzani, de ez a fejedelmi kincs, ez úgy látom, a statisztika azt mutatja, hogy elég jól bevonza már a középiskolás korosztályt is. Ez egyébként mennyire a pedagógusokon múlik, hogy mondjuk a középiskolások is bejöjjenek? Nem érnek rá, vagy annyira szorítja őket a maga a tanmenet? Nem hinnénk el, de annyira szoros a tanmenet, az iskolának a tempója, hogy nem tudnak kiszakadni az iskolai menetrendből, még akkor sem, hogyha szomszédban vagyunk például. Hát, ha meg még utazni kell a város másik végéből, akkor meg aztán pláne, mert óracsere, kérezkedni, stb., tehát nehézkes. Azért ez olyan szomorú, nem? Tehát, hogy a papírról, a betűkből egy kicsit kinézni, és mindezt beszippantani. Jó, tudom, hogy nem nagyon lehet megfogdosni dolgokat a múzeumban, de hát azért mégiscsak... De van olyan is. Van olyan is, ugye, hogy kötelező egy picit közel kerülni a tárgyakhoz. Azt gondolom, hogy egészen közel tudná vinni a történelmet, és talán egy olyan erős motivációt adna, hogy még a száraz anyagokon is jobban átmennének. Na, most erre viszont ugye van lehetőség, mégpedig ezen a hétvégén. Mesélj erről, mi mindenre készültünk. Október 14-én szombaton rendezzük meg a fejedelmi családi napot. Ezen a rendezvényen 10-től 17 óráig várjuk a látogatókat.
mindenféle korosztálynak próbáltunk programot ajánlani, a kicsiktől teljesen a nagyokig, az öregekig úgymond. A 10 órától a Vizsai Biblia Nyomda Emlékmúzeum interaktív foglalkozásával nyitunk, de ők egész nap ott lesznek nálunk. 11 órától haditornával várjuk a harcos kedvűeket, 12-től hát szól a harang, tehát ebéd, fejedelmi ebéd, így van. Egy órától egy kicsit nem csak a hasunkat, hanem a torkunkat is megöblítjük. Bortúrára, bor élménytúrára várjuk az idősebb generációt. Idősebbeket, igen, hölgyeket és urakat egyaránt. 14 órától a reggae együttes korabeli zenékkel vár mindenkit, és 16 órától zárjuk a programunkat táncházzal. Azt hittem, hogy egy fejedelmi alvással, vagy valami hasonlóval. Hát azt majd utána. Ettek, ittak a vendégek. Hát akkor kezdjük az elején, nem tudom, hogy mennyi időnk lesz mindezt kifejteni. Hogy néz ki ez az interaktív nyomdászás? Az Élmény Múzeum elhozza a nyomdából a nyomdai technikáját, és akkor a látogatóink részt vehetnek egy-egy nyomtatott lapnak az elkészítésében. Amit akár, aztán akár haza is vihetnek, így van. Értem. Milyen gasztronómiai különlegesség lesz, vagy mit jelent pontosan például ez a fejedelmi ebéd? A sajtótájékoztatónkon már nagyon nagy élményt nyújtott a Nyír Bátori Kakukkéteremnek a reprezentatív ebédje. Hát ők fognak most is feltálalni, és egy fejedelmi asztalt mutatnak be, ahol különféle ínyenségeket lehet majd kóstolni. Ez egyébként egy ilyen tematikus terv, lesznek ilyen hétvégék? Terve van véve, hogy egy-egy kiállításunk, ami olyan, ahhoz különböző programokat kapcsolunk majd. És akkor volt még egy bizonyos harcias hangulatú torna, erről is igen. Mesélj valamit. A délelőtt folyamán, azért még gondolva a kisebbekre, lovagi tornán vehetnek részt, nem csak nézhetik, én úgy gondolom, hogy a kezükbe is fogják adni a aranykeresztes lovagrend képviselője a harci eszközöket, de nem csak ütni, vágni lehet, hanem szellemileg is egy apró próbára várjuk a családokat, ahol ügyességi feladatokkal készülünk a családok számára. Neked egyébként most melyik a kedvenc kiállításod, vagy a kedvenc részed a József András Múzeumban? Én nagyon kedvelem ezeket az új időszaki kiállításokat. Én kicsit részrehajló vagyok, mert ugyan a fejedelmi nap miatt vagyunk itt, de kicsit reklámhelye a Csókolj meg édes kiállítás. Nekem az a kedvencem, de ez is természetesen. Hogyha most a világ bármelyik múzeumába kaphatná tőlünk egy belépőt, akkor hová mennél először? Én Párizsba, a Louvre-ba. Jaj, de szép lenne, most azt mondanám, tessék. Köszönöm. Ilyen nemes és elhivatott tevékenységet illik jutalmazni. Van-e belépő, vagy valami más, ami esetleg a hagyományos múzeumi belépéstől eltérő lehet most normál hétvégén? Normál belépőjeggyel tudnak belépni az érdeklődők, a múzeumkedvelők, ami tartalmaz egy étel, illetve italkóstoló jegyet is egyben. Tehát egy picike kis szeletét megkóstolhatják az ételeknek, illetve egy hörpintést a borból is kaphatnak. Hát akkor kívánjuk, hogy nagyon sokan érezzék magukat fejedelmi módon. Nálatok akármikor bekapcsolódhatnak, gondolom a programba, igen, akár délelőtt, akár délután, de azért érdemes egy ilyen nagyobb ívet megkóstolni ebből a programból. És az, aki most kedvet kapott, esetleg egy nagymama vagy nagypapa is azt mondja, hogy szeretné, hogyha egy ilyen múzeumi órán részt venne a gyermek, erre csak hétköznap van lehetőség? Most jelen pillanatban azt mondom, hogy igen, bár vannak kivételes esetek és alkalmak.
Tehát akár akkor egyéni bejelentkezés alapján is bele lehet egy ilyen foglalkozásba csökkenni, vagy inkább azért inkább csak az osztályokat csoportok számára, de hogyha egy nagyobb baráti társaság összeszerveződik, akkor természetesen nyitottak vagyunk. Igen, most arra gondoltam, hogy mi van azokkal a középiskolásokkal, hát ha vannak olyanok, akik mondjuk szívesen mennének, de tényleg a szoros tanterv és az óra miatt nem, vagy a, nem tudom, tehát a hiányzások és egyéb dolgok miatt nincs rá lehetőség. Egyébként betérhetnek, kettő. Hiszen olyan nyomozós játékaink vannak, amik mostanában a múzeumokban eléggé elterjedté váltak, és ezekre is délutáni órákban szívesen látjuk a kisebb középiskolás csoportokat is. Mi pedig ismét színházzal folytatjuk, de ezúttal kicsit a gyerekeknek kedvezünk. A Diótörő Herceg című előadás sajtó nyilvános próbáján jártunk. A következő percekben ezt láthatják. Marika, Frici, a Diótörő, az Egérkirály, Pirlipát hercegnő, a nagy csaták és rémisztő kalandok, a lázas betegségében a játékaiban gyógyulást találó leányka. A Diótörő egy mesebeli zenés darab mindenkinek, aki szereti a szép történeteket, szereti a csodákat és szeret szeretni. A látványos produkcióban az Egérkirály bájosan gonosz figurája küzd az emberek szeretetéért, és úgy gondolja, ha legyőzi a babákat és magukat, szép egereket állítja a helyükre, az ember gyerekek majd velük játszanak, őket fogják szeretni. A Diótörő eredeti mesét E.T.A. Hoffman írta, de Csajkovszki balettje nyomán lett igazán világhírű. A Kapecs Zsuzsa és Gotár Péter nevéhez fűződő változatát Selmeci György nagyszerű a magyar kultúrából, a népzenéből, a gyermekjátékok gazdag világából, de még az operett műfajából is ihletet merítő zenéjével a kaposvári Csiki Gergely Színházban mutatták be. A nyíregyházi nagy színpadon most Oltmann Tamás rendezésében elevenedik meg a történet, akinek első mesedarabja igen közel áll a szívéhez. Oltmann Tamás az eredeti változatot több dologgal is színesítette. Én magam is nagyon kedvelem a történetet, gyerekkoromban meg volt ilyen meselemezen, bakeliten, azt is rongyál hallgattuk, és amióta van már ez a pendrive-os letöltős MP3-as világ, azóta én hosszú autóutokon én hallgatom ugyanezt a mesejátékot, most már az autórádió pendrive-en keresztül. Megszületett a kisfiam 2 hónapja, ő is már hallotta, nem egyszer, nem kétszer, hanem sokkal többször, és nagyon remélem, hogy majd ezt az anyagot is meg tudom neki mutatni, remélem, hogy élőben, de a zenei anyagát mindenképpen. Elég sok mondani valóval bír mindenféle szinten és mindenféle rétegben, és épp ezért megpróbáltam színesíteni a zenei anyagot is. Természetesen Selmeci György zenéje nem szorul színesítésre, csak úgy gondoltam, hogy ha már eljönnek a gyerekek megnézni a Selmeci féle mesemüzikert, akkor egy kicsit kóstoljanak bele a Csajkovszkiba is. Tehát Csajkovszkit is megjelenítjük, még egy kis balettbetétet is tettünk bele, hogy az is benne legyen. Az rossz, hogy modernizálunk, inkább azt mondanám, hogy a pillanatnyi ötletei a színészeinknek nekünk, és az, amiben éppen most élünk, ami körülvesz minket, ebből is próbáltunk meríteni benne, tehát nálunk nem fakardokkal szaladgálnak, hanem fénykardokkal, a krakatuk dió, amit őriz az Egér király, az eredeti mesébe, a koronájában egy effektíve egy dió volt, mi nálunk ez a szemébe van, itt van a bal szeme helyén őrzi ezt a krakatuk diót, ami szintén egy ilyen mágikus lézer sugárral képes operálni, tehát igen, én úgy gondolom, hogy sikerült sok irányba egy kicsit személyre szabni ezt az előadást. Ahhoz pedig, hogy mindez vizuálisan is erős hatást érjen el, Lakatos Márk felel. Egy sokszor feldolgozott, sokszor színre állított történetről van szó a Diótörő esetében, ami egyszerre gyerekmese, de egyszerre a felnőtteknek is szól. Látványban ezt hogyan lehet megtervezni, hogy mindenkinek szóljon, milyen különlegességet lehet belevinni? Először is onnan kezdeném, hogy ez egy olyan feldolgozás, ami ugye nem maga a Diótörő, ahogy azt mi a klasszikus balettként ismerjük, hanem ez egy nagyon vagány, a Selmeci György zenéjével és Gotár Péter szövegével készült musical. Tehát eleve már ugye ez ad egy olyan szűrőt az egészre, ami ugye ezt a mesevilágot, ezt a nagyon szép gyerekmesét azért egy kicsit ilyen groteszk, néha humoros, néha parodisztikus irányba viszi el, és valahogy ezt szerettük volna a jelmezekben is és a látványban is megteremteni. Abból indultunk ki, hogy ugye karácsonykor egy gyerekmesét mi az, ami a legjobban kifejeztet, a gyerekrajzok. A gyerekrajzoknak a világa, a naivitás, ugye az a fajta stilizáció, amivel a gyerekek elképzelik a világot. Minden fekete vagy fehér, minden nagyon sokszínű, minden ilyen óriási firkákkal és kontúrokkal van, és valahogy ez indította be a fantáziánkat a látványvilág szempontjából is. Az egész gyakorlatilag egy babaház, vagy egy nagy fehér ajándékdoboz, amit szétszedünk, kicsomagolunk, összerakunk, és folyamatosan különféle anyagokat vetítünk rá.
ennek a nyíregyházi bemutatónak van valami különleges, ami máshol még nem volt? Szerintem ez mindenképpen egy olyan technika, amivel elég keveset dolgoznak itthon, tehát a több szinten történő vetítés, ugye ezért is majdnem minden jelmez fehér, és majdnem minden díszletelem fehér, hiszen ezek gyakorlatilag ernyőként, vetítő ernyőként tudnak működni, és ezért egyik pillanatra a másikra gyakorlatilag egy ilyen fehér kapu, vagy egy esernyőnek az elmozdításával egy egészen más világba csöppenünk, pont úgy egyébként, ahogy a gyerekmesékben. Diótörő szerepében Horváth Viktort láthatja a közönség, aki elmondása szerint könnyen azonosulni tudott a karakterrel, számos dologban hasonlítanak egymásra. A hozzáállása igazából a dolgokhoz, szóval mindig a cél van a szeme előtt a Diótörőnek, és ő bátran előre is áll, és ő azt mondja, hogy na akkor mindent, akkor meg kell most tegyünk azért, hogy ezt a célunkat elérjünk, és akkor szépen céltudatosan halad előre azért, hogy itt megvalósítsa az elképzeléseit. A Diótörő Herceg című darabot október 13-ától láthatja a közönség a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán.